Nagyon sok szeretettel köszöntjük dr. Bardó Zsuzsannát. Nagyon örülök, hogy elfogadta a meghívásunkat, egy nagy tapsa lesz. És átadom a szót, hogy azt az egy órát tudja kihasználni. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm a meghívást, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Aki a tegnapi előadást látta, annak az elején egy kicsit unalmas lesz, mert ismétlünk. Ahhoz, hogy a GMO-król beszéljünk, el kell magyaráznom, hogy mik a GMO-k. Na most egy mottóval szeretném kezdeni. Ahhoz, hogy egy technológia sikeres legyen, ahhoz a természetnek valóságnak győzik el a PR fölött, mert a természetet nem lehet átverni. Ezt egy részecske fizikus mondta a múlt században. A következő dián az előadásom vázlata látható. Először arról fog beszélni, hogy hogyan csinálják a GMO-kat, és utána arról, hogy milyen GMO-k vannak forgalomban. Aztán szó lesz a GM szójáról és a Rovell Insect Resistance GM növényekről. Eljutottuk odáig, hogy az emberi tudás elérte azt a szintet, hogy azonosították a genetikai öröklődő anyagot, és rájöttek arra, hogy legyen az vírus, baktérium, növény, állat, ember, minden élő ugyanazt a genetikai mintázatot, anyagot használja az információk átadására a következő nemzedéknek. Aztán felfedezték azokat a genetikai ollókat, amivel a DNS szakaszokat bizonyos pontokon vágni lehet. Többféle ilyen olló van. Kis olló, nagy olló, körömvágó olló, szóval ilyenekben van nagy változatosság. És felfedezték azokat a ragasztókat, amivel ezeket a kivágott darabokat lehet szabni és varni és visszaragasztani. Tehát ez olyan, mint amikor a word processingben, amikor a szöveget szerkesztik, akkor kivágnak egy szót, átteszik máshova. Itt is hasonló művelet zajlik, vannak olyan enzimek, amik kivágnak, és vannak, amik visszaragasztanak. Na most állandóan azt halljuk a biotechnológiával foglalkozókkal, hogy miért aggódunk egyáltalán, mert a génmódosítás az évezredek óta folyik, és a hagyományos nevesítésnek egy precízebb változata. A hagyományos nevezítésről tudni kell azt, hogy az utódba csak a szülőktől eredő gének örökölhetők át. Azonban, amikor egy GMO-t hoznak létre, akkor egy szülő genetikai anyagához bármely más élőlényből gének lehet átjuttatni, és ezeket tulajdonképpen ki is lehet kapcsolni. Tehát a szülő egy vonalba, beteszünk van más, mindjárt mutatok egy példát, ez két olyan természetben nem létező valami. Bocsánat. Igen. Amik a valóságban nem jöhetnek létre. Mert az evolúció az gátat szab a gének átadásának. Tehát egy kígyó egy banánnal soha nem tud közösülni. Azonban a kék eper, amit itt látnak, az valóság. És a kék eper az egy olyan mesterségesen előállított GMO, ahol az Atlanti-tengeri halnak a fagyás ellenálló génjét fogták, kivették, átültették be a kék eperbe. Így a kék eper a fagyban nem fog megfagyni. Hát ez nagyon szép, nagyon jó. Szerencse, hogy kék, és mindenkit megnyugtatok, hogy ezt nem lehet kapni. A kísérleti laboratóriumból, amikor a gyártó által kikerült, akkor rájöttek arra, hogy van néhány olyan negatív hatása, amelyet még tanulmányozni kell, mert meglepő toxinokat termel, amelyek ártalmasak lehetnek az emberi szervezetre. Tehát ez egy szerencsés génmódosítás volt, ami tulajdonképpen mielőtt elkészült, rögtön vége is lett ennek a fajta génmódosításnak. Következőben azt szeretném megmutatni, hogy mi a különbség egy természetes és a transzgén között. A természetes génnek van egy úgynevezett génkapcsolója, ez promóter néven piros színnel van az ábrán, aztán van egy célba jutó szekvencia, ami nem feltétlenül fontos, utána van az új információ, ez zölden lehet látni, és utána van egy itt a vége fusselvéle Terminátor nevű jel, amit kékkel lehet az ábrán látni. Most ezt úgy lehet elképzelni, hogyha van egy újonnan épített ház, abba behúzzák az elektromos vezetéket, fölrakják a kapcsolókat, berakják a lámpákat. A lakásban vagy a házban csak az a lámpa fog égni, amiknek a kapcsolóját bekapcsolják. Ugyanez van a génjeinkkel is, egy sejtben csak az a gén működik, amik bekapcsolt állapotban van.
ha végiggondolják azt, hogy minden egyes sejtünkben ugyanaz a genetikai anyag van, kivétel a reprodukcióhoz szükséges sejtek, akikről most ne beszéljük, az komplikált. Tehát a hajamba, a bőrömbe, a májamba, vagy a csontjaimba, minden egyes sejtben ugyanaz a genetikai információ van bekódolva, de csak az működik belőle, amit bekapcsolva tartok, és ettől más a hajam, a szememtől és a májamtól. Na most, ha megnézzük egy transgént, akkor ebben ugyanezek a szekvenciák megvannak, de meg kell tudni különböztetni azt a sejtet, amit átalakítottunk GMO-vá, attól, amit nem sikerült átalakítani, és ezt az úgynevezett marker gén jelzi, ami azt jelenti, hogy még egyszer, nem takarom el az ábrát, esetleg üljek le? Nem. Jó van. Tehát a kapcsoló információ, új információ, és itt a vége fuss el vége. Ahelyett még be kell tenni még egy ilyen kazettát, ami azt jelenti, hogy van egy génkapcsoló arra, hogy lássátok, hogy én át vagyok alakítva. Itt a jelző rendszere van, mivel láthatjátok, és itt a vége fuss el véle. Tehát természetes és a transzgén között eleve van egy óriási különbség. Ezt ilyen viccesebben az egyik kollégám lerajzolt egy ilyen kis vonatnak, hogy amiben csak a természetes gén az egy kocsis, egy mozdonyos szerelvény, aminek van egy első kocsia, információ kocsia, vége kocsia, de hogyha transzgén csinálunk be, akkor hozzákapcsolunk még egy pár szerelvényt. Na most el kell mondanom, hogy van olyan GM növény, aminek 13 transzgénje is van, tehát ezt a hármas ismétlődő szakaszt, ezt még 13-szor hozzárakják, de akkor el lehet képzelni, hogy mi a különbség a természetes gén és a transzgén között. Ha megnézzük, hogy hogyan alakítják át ezeket a növényeket, akkor az új genetikai anyagot valahogy be kell a sejtbankba juttatni, és ennek két módja van. Az egyik, vagy egy olyan rákot okozó baktériumban, ami a növényben rákot okoz, megfertőzik a növényt, de a rák okozásáért felelős szekvenciát, részt kiszedik genetikai információt, és ehelyett teszik be az új bevivendőt. A másik, hogy szó szerint génpuskával belövik az információt a sejtekbe, és ami ennek a pontoságát illeti, az pontosan ugyanaz, mint hogy egy bekötött szemű ember egy céltáblára a célba lőne. Na most, hogyha egyszerre 100 sejtet alakítunk át, ugyanazon körülmények között, ugyanabba az edénybe, úgyhogy belelövünk egy génpuskával, ami gyakorlatilag úgy néz ki, hogy nagyon nagy nyomással kicsi arany részecskékre ráviszik a genetikai információt, ezt szó szerint rálövik a sejtekre, és akkor miközben az aranygolyó átmegy, a genetikai információ belekenődik a sejtmagba. Ha belekenődik a sejtmagba, akkor megtörtént az átalakítás, ha nem, akkor sajnos nem. Ez a gyakorlatban úgy néz ki, hogy vagy elmegy a nyilvessző a sejt mellett, nincs átalakítás, vagy pedig eltaláljuk a céltáblát, és attól függ, hogy hol találjuk át, a 100 sejtből 100 különböző termék lesz. Na most éppen ezért, mert ez 100 különböző termék, én ezért nem merném ezt technológiának hívni. Technológia az, amikor egy valamilyen folyamatot azonos körülményeket megismétlek, mindig ugyanaz a végeredmény. Itt 100 különböző végeredmény van, ezeket eventeknek vagy eseményeknek hívják, és ebből válogatják ki a biotechnológiai cégek azt, ami legjobban hasonlít ahhoz a növényhez, amit el akarnak érni, és legjobban viseli azokat a tulajdonságokat, amire vágynak. Na most, ha meggondoljuk, hogy milyen hatása van ennek a génbelövésnek, vagy a sejt bevitelének, akkor itt van egy úgynevezett anyagcsere útvonal, erről Mester Károly utánam sokat fog beszélni. A pontok azok mindig egy vegyületet képeznek, az összekötő vonalak mindig az átalakító enzimek. Tehát ez egy nagyon komplex rendszer, amit a sejt hosszú időn keresztül kidolgozott, és akkor ebbe belejön hirtelen egy olyan anyag, aminek ott semmi köze nincs. Ezt úgy szoktam szemléltetni, hogy van egy szimfonikus zenekar, ami játssza mondjuk Beethoven 7. szonátáját, rapszódiáját, vagy akármit, és akkor oda beül mondjuk egy nagyon jó jazzzenész, és elkezdi a Hello Dolly-t játszani. Tehát körülbelül ugyanez a helyzet fordul elő a sejtbe. Rákényszerítjük arra, hogy valami olyan teljesen idegen dolgot csinálja, amihez semmi köze, nincs hozzá energiája, nincs hozzá anyagja. Mindegy, ez megtörténik, ez a rendszer, ez működik, és így sikerül genetikailag átalakított növényeket és állatokat is nyerni.
Na most a kérdés az, hogy ezeknek milyen a biztonság, és ezeket hogyan ellenőrzik, és hogyan kezelik. Ez egy bűvész mutatvány, mert amikor megvan a génmódosított növény, akkor azt mondják, hogy ezek újszerűek, mert a természetben eddig soha nem fordultak elő, ezért lehet őket szabadalmaztatni. Most meg kell mondanom, hogy nem génmódosított növényt, állatot vagy embert nem lehet szabadalmaztatni, ezt a szabadalmi jog kizárja. De mihelyt ezeket sikerült átalakítani, akkor szabadalmazhatóak, és átkerülnek annak a vállalatnak a tulajdonába, aki ezt szabadalmaztatta. Hogyha azt vesszük, hogy az mRNA-s oltások átalakítják az embereknek a genomját, akkor el lehet azon gondolkodni, hogy esetleg a vállalat azt mondja, hogy innentől kezdve az én tulajdonomban vagy, mert szabadalmaztattam ezt az eljárást, és akkor most te az enyém vagy. Hogyha viszont a biztonságról van szó, akkor azt mondják, hogy ugyan itt van a génmódosított kukorica, meg a nem génmódosított, mind a kettő kukoricának néz ki. A kettő között nincsen semmi különbség, ha megalanizáljuk, hogy mennyi fehérje, mennyi cukor, mennyi zsír van benne. Tehát nagyjából körülbelül ugyanaz, lényegileg azonos, így hívják. Ezért ezeket nem kell a biztonság szempontjából megvizsgálni, mert ha a normális kukorica ehető, semmi problémát nem jelent, akkor az ugyanilyen összetételű, vagy majdnem ugyanilyen összetételű, ilyen kukorica se jelentett problémát. Na most mi ebben a probléma a lényegi azonossággal? A lényegi azonossága az a probléma, hogy ezt a bizonyos lényegi azonosságot kimutassák, minden egyes alkotót meg kéne vizsgálni, amire senkinek nincs pénze, se energiája. Na most az, hogy a hagyományos biztonságos, az nem jelenti azt, hogy az újban nem jelent meg egy olyan anyag, ami esetleg nem mérgező, és hát a lényegi azonosság, mint jogi fogalom sincs meghatározva. Tehát nem lehet tudni, mi az a különbség, ami még elfogadható, hogy lényegileg azonosnak tekintsük valamit valami mással, és ennek lesz később jelentősége. Ha ezt a megfogalmazást elfogadjuk, akkor tulajdonképpen egy kerge marha korba szervező szarvasmarha, és lényegileg azonos egy szarvasmarhával, elnézést közben egy zsebkendőt hozok, ugyanis az a helyzet, hogy ha megnézzük a szarvasmarhát, kergekúros vagy nem, a szarvasmarhának néz ki. Ha megvizsgáljuk az összetételét, ugyannyi benne a csontbőr, zsír, hús, mindenféle, mégis melyiket enné meg az ember. Tehát ez megmutatja, hogy a lényegi azonosság mennyire hamis fogalom, ami alapján minden GMO-t szinte engedélyeznek. Na most az első GM növény, azt 1986-ban állították elő a laboratóriumban, aminek most kb. 38 éve. Hát ez nem nagyon hosszú idő, ez alatt az elsőtől a laboratóriumi fejlesztéseken át kikerült a természetbe, és hát rengetegféle dolgot génmódosítottak most már. A következő kérdés az, hogy biztonságosak-e a GMO-k. Azt mondják, hogy igenis, ezek biztonságosak. Ugyanis a technológia magassemleges, és ezt avval indokolják, hogy hát tulajdonképpen a maghasadás, a nukleáris maghasadás az is egészséges, az a felhasználás céljától függ, hogy abból atomerőmű lesz, vagy pedig atombomba. Tehát ez nem a technológián múlik. Aztán emiatt, hogy a technológia magassemleges, nem kell más vizsgálni, mint azt, hogy a beültetett transzgén milyen fehérjét fog termelni, mert ez lesz az egyedüli új dolog az ő elképzelésük szerint, semmi más nem változik. És ezeket se feltétlenül a GM növénnyel kell megvizsgálni, hanem ki lehet szedni valamilyen más formából, például meg lehet ezt a fehérjét egy baktériummal termeltetni, annak megvizsgálják a biztonságosságát, és akkor azt lehet mondani ennek alapja, hogy a növény biztonságos. Hát aki egy kicsit járatos a biológiában, az tudja, hogy egy baktérium teljesen másképp szintetizálja a fehérjét, mint egy emlőssejt, prokarióták másképp, mint az eukarióták, és hát ez az álláspont, ez tarthatatlan. Na most, amikor mégis rákényszerítik a vállalatokat, hogy végezzenek valami biztonsági vizsgálatot, akkor az Európai Unióban az a szabály, hogy kötelező egy 3 hónapos rákcsálókkal folytatott kísérlet, tehát vagy egérrel, vagy patkánnyal, most már ehhez gyakran használnak szárnyasokat is.
ezt megnézzük, ez a három hónap, ez a patkány életéből, ami körülbelül három év, egy nagyon rövid idő. Na most általában a felnőtt állatokat használnak, tehát a fejlődés során okozott problémákat el se lehet képzelni ezek alapján. Na most, hogyha egy növényben több transzgén van, és mondtam, hogy van olyan, amiben 13, akkor ezt egyáltalán nem kell megvizsgálni, mert az egyéni transzgénekkel már megvizsgálták a növényt, aztán utána, hogy mi lesz, azt már senkit nem érdekel. Tehát ez megint egy probléma, ami az egészségügyi hatásokat képezi, és akkor eljutunk a legkényesebb ponthoz, hogy azokat a vegyszereket, amiket ezeken a növényeken használnak, vagy amit ezek a növények termesztenek, hogy ez mindjárt ki fog derülni, ennek a biztonságát abszolút nem kell vizsgálni. Na most azt mondják, hogy a GM növények azok abszolút és teljes mértékben biztonságosak, mert nincsen semmi bizonyíték arra, hogy ezek ne lennének. Azok soha senki le nem írt olyat, hogy valami GM növénynek egészségkárosító hatása lenne. Hát ez nem egészen így, ezt be fogom bizonyítani. Ennek ellenére egy nagyon furcsa elképzelés, ezeket biztonságosnak kell tekinteni. Életem ott kezdett kisiklani, és ott kezdtem áttérni a másfajta gondolkodásra, amikor Skóciában egy rajt kutatóintézetben a GM burgonyát kezdtük el a kutatócsoportommal vizsgálni. Ez a bizonyos pusztai Árpi-féle, vagy Árpád-pusztai-féle kísérlet, aki így ismeri. A férjemben mindketten vegyészek voltunk, ennek a projektnek ő volt a vezetője, és azt képzeltük el, hogyha bevisznek egy transzgént, ami csak egyfajta fehérjét termel, akkor, hogyha a szülőburgonyához hozzáadjuk azt a fehérjét abban a mennyiségben, hogy a transzgénes burgonya termeli, akkor annak az összetételének azonosnak kéne lenni a transzgénes burgonyával. Na most a kérdés az, hogy ez így van, vagy nincs így. Legnagyobb meglepetésünkre azt tapasztaltuk, hogy sajnos ez nincs így. Ugyanis a GM burgonyának teljesen más hatásai voltak, mint mikor vegyszerként adtuk ugyanazt a mennyiséget, ugyanazt a fehérjét, amit biztonságosak vizsgáltak meg. Természetesen mi is megvizsgáltuk, hogy biztonságos, különben nem engedtük volna a gént beültetni, és ez egy klinikai kísérlet, vagy állatkísérlet volt, és csak laboratóriumi célra gyártottuk ezt a burgonyát, tehát soha nem került volna ki köztermesztésbe. Mindenesetre azt tapasztaltuk, és itt kezdődik az orvosi része, vagy az egészségügyi része a dolognak, hogy azok a patkányok, akik ezt a GM burgonyát megették, azoknál a bélrendszer teljesen megváltozott. Ez a szülői burgonyával, tehát a nem módosított burgonyával etetett patkányunk bele, ez pedig a GM-ével. Hát két különbséget lehet látni annak is, aki nem ért hozzá. Ebben az úgynevezett kripta ilyen picike, itt meg megnőtt ilyen nagyjá. Ahol a kripta van, ott van a sejtszaporodás. Na most ez a része, ez viszont nagy mértékben megnyúlt és eltorzult. A sejtekben furcsán működtek. Ez volt az egyik különbség. Ezt lehetett látni eléggé nyilvánvalóan, le is közöltük a Lancetben, nem is volt egy könnyű eset. Na most a következő kérdés, hogyha ilyen változásokat mi már tapasztaltuk, meg egy pár mást arról megbeszélünk, akkor mégis miért csinálják ezeket a GM növényeket? Azért, mert ezek mindenféle jót ígérnek, de ez mind a jövőben fog bekövetkezni, és tessék figyelni a szóhasználatra, az időkre, mindig ez a jövő idő. Lesznek olyan növények, amelyeknek nagy lesz a hozamuk. Lesznek olyan növények, amelyeknek táplálkozástani előnyeik lesznek. Lesznek olyan növények, amik rendkívül körülmények között lesznek termeszthetők, mint például a szárazság, vagy éppen árvíz esetén, vagy fagyban, hidegebb hőmérsékleti körülményeket, vagy éppen melegebben. Aztán vannak, vagy lesznek pontosabban bioremineralizációs növények, amik felszedik a nehéz fémszennyeződést, meg az olajszennyeződést, műanyag szennyeződést esetleg. Aztán lesznek olyan GM növények, amelyek ellenállnak bizonyos betegségeknek, vagy pedig valamilyen vegyszergyógyszert lehet bennük termelni. Nos, ezzel szemben megnézzük, hogy milyen növények vannak jelenleg forgalomban és az üzletek polcain, és szeretném, hogyha nem értenének félre, de a Magyarország alkotmánya megtiltja magyar földön a GMO-k termesztését. De amiatt, hogy benne vagyunk az európai közös piacba, a GMO növények igenis megjelennek, a takarmányban elsősorban, az állati takarmányban, és gyakran
az emberi táplálékokban és élelmiszerekben is. Ha ezek egy bizonyos mennyiség alatt vannak, nem kell jelölni őket, ha ezt a mennyiséget túlhaladják, akkor jelölni kellene őket. Tehát milyen növények vannak jelenleg forgalomban és a polcokon, ezeknek két nagy fajtájuk van, a gyomirtószer toleráns vagy herbicid toleráns növények. Ezekről azt lehet tudni, hogy ezek, hogyha rájuk permeteznek egy bizonyos gyomirtószert, akkor ez a növény képes a permetezést túlélni. A környezetében lévő nem GM növények pedig mind elpusztulnak. Most a leggyakrabban használt szer az a glifozát. A glifozátról érdemes egy pár szót szólni, bár csak azért is, mert biztos vagyok, hogy Mester Károly utánom fog erről sokat beszélni. A glifozátot egy magyar tudós fedezte föl, egy németországi gyárba dolgozva, és azt vette észre, és itt szeretnénk Zoltán előadásához kapcsolódni, hogy a glifozát képes bármilyen oldatban vagy a talajban lévő nyomelemeket, ásványi anyagokat összefogni. Tehát megköti a vasat, megköti a rezet, megköti a cinket. Tehát egy területet lepermetezünk ebből a gyomirtószerrel, akkor az abban a talajban lévő fémiódok, azok nem hozzáférhetőek a növény számára, mert ez így megfogja, megmarkulja és kiszívja őket. És miután vízoltható, nagyon kedvesen fogja és elviszi az egészet be a vízbe, ami a talajvízen keresztül bekerül a folyókba, és aztán a tengerbe, aztán utána megjelenik az esővízbe, és még ott is kimutatható. Van egy másik nagy csoportja a génmódosított növényeknek, ezek az úgynevezett BT növények, ez a Bacillus thuringiensis toxinjait tartalmazza. A toxin az ugye magyarul méreg, tehát ezek a növények ezt a vegyületet, vagy ennek többféle fajtáját, van bőle rengetegféle, ezeket tudja megtermelni, méghozzá úgy, hogy folyamatosan termeli. Azaz azt jelenti, hogy átalakítottuk a növény magát egy vegyszergyárrá. Ami rendkívül előnyös, mert nem kell a vegyszergyárat semmilyen szempontból ellenőrizni, és a hulladékanyaggal sem kell foglalkozni. Aztán vannak az úgynevezett stakok, ami a kétféle tulajdonságnak a kombinációja. És végül vannak olyan GM növények már forgalomba, amik úgynevezett javított tápértékű növények. Hát ez attól függ, hogy ki hogy ismeri a táplálkozástant. A javított tápérték általában azt jelenti, hogy ezek több omega-3 zsírsavat tartalmaznak, és hát egy kicsit kémia, de nem nehéz megérteni. Az omega-3 annyit jelent, hogy van egy szénhidrát lánc, ott a harmadik szénatom és a negyedik között van egy kettős kötés. Na most aztán ennek láncnak mi a hossza? Elágazik vagy nem ágazik el? Hogyan ágazik el? Milyen a térszerkezete, amikor elágazik? Ez ég és föld. A szervezetünk nem tudja elismerni. Tehát attól, hogy valamiben megnő az omega-3, az nem feltétlenül jó nekünk, még mérgező is lehet. Aztán, ahogy mondtam, vannak olyan növények, amelyek az úgynevezett farmakropok, amelyek oltóanyagokat képesek termelni, vagy pedig bármilyen más vegyszer előállítására, főleg fehérjék, mint inzulin, növekedési faktor, ilyenek előállítására használják. De ilyet használnak most már a úgynevezett kulturált mesterséges húsok előállítására is. Aztán vannak betegségellenálló növények, ezekből egy-kettő van a piacon. Na most, ha megnézzük, hogy hogyan van ezeknek a növényeknek az engedélyezése a világban, a legtöbb ilyen növényt azt az USA, Kanada és Dél-Amerika termeli, ezeknek ezen a földrészen effektíve nincs egyáltalán szabályozása, a vállalatoknak kell azt mondani, hogy ezek lényegileg azonosak a nem GM növényel, és innentől kezdve azok piacra kerülhetnek. Az Európai Unióban van törvényes szabályozás, ahogy említettem, itt minden egyes új GMO-nál egy 90 napos patkány vagy egér kísérletet, vagy esetleg csirke kísérletet meg kell csinálni, és ennek alapján ítélik meg, hogy ez a bizonyos GM növény engedélyezhető vagy nem. A kockázatbecslés eredményét, hogy mit találtak, ezt természetesen nem mondják meg az embereknek, mert ez egy titkos üzleti információ. Úgyhogy elég komoly probléma az, hogy az USA az rápróbálja kényszeríteni a világ összes többi részére a GMO növényeit, mert egyedül ez van, amit tulajdonképpen el tud adni, mint exportterméket. Következőnek azt szeretném megnézni,
hogy mik a GM szója hatásai. A GM szójának az alapvegyületei azok mind herbicid, tehát növényvédőszer ellenállóak. Ezek pedig azért fontosak, mert ahogy mondtam, ezek el tudják bontani a rájuk permetezett növényvédőszert, ezek közül legnagyobb területen és legnagyobb mennyiségben a glifozátot használják, amiről már beszéltünk. Ugyanis rájöttek arra, hogy a glifozát nem csak megköti a fémionokat, hanem képes arra is, hogy bizonyos sejtípusukban a gyűrűs aminósavak, ezek általában eszenciális aminósavak, ezeknek a képződését megakadályozza. Ez számunkra eszenciális, mert a növényekkel veszük fel, a növényekben nem. Ha a növény ezt nem tudja megtermelni, megszintetizálni, akkor a növény elpusztul. Tehát így írtja ki azokat a növényeket, amik nincsenek GMO-vá alakítva, hogy a permetszer ellenére meg tudják ezeket a vegyületeket szintetizálni. Na most, hogy ennek mik a következményei, és akkor megint Zoltán előadására mennék vissza, ezeket rendkívül környezetbarátnak mondják, mert azt mondják, hogy ezekből sokkal kevesebbet kell használni, mint hogyha normálisan egy egész területet le kellene permetezni. Azt hiszem tudják, hogy aki földműveléssel gondolkozik, vagy dolgozik, hogy általában, ha nem biokertészetről van szó, akkor a talajt először legyomírtózzák, és utána kerülnek majd bele a magok. Tehát elég sok gyomírtószer kerül ki a talajba. Na most, amiatt, hogy elég sok gyomírtószer kerül ki a talajba, ezek benne maradnak, és a növény, hogy felszívja a vizet, felszívja a glifozátot is magába, és sajnos ennek a bomlás termékei, meg a glifozét maradékok is benne vannak a magban. Tehát az így termesztett növényekben meg kell emelni az úgynevezett szermaradék értéket, és ezt kétszer megcsinálták. Először csak 20-szorosra, aztán 50-szeresre emelték a szermaradék értéket, tehát ezt megint el lehet rajta gondolkozni. Azért, hogy az megfeleljen annak a szabványnak, hogy behozható legyen az Európai Unióba. Na most egy gyomírtószer esetén szabványokat alakítanak ki marhamájra, halhúsra, mindenféle egyéb termékre. Erre miért van szükség? Nyilván azért, mert ez összegyűlik a szervezetekben. Na most, hogy ennek az emberekre milyen hatása van, arra mindössze teljesen véletlenül egyetlen egy ember kísérletet végeztek Nagy-Britániában, ahol az volt a kérdés, hogy az a gén, amivel a növényt átalakították, átalakulhat-e az emberek bérrendszerébe élő baktériumokba. Ezt egy olyan szójával hajtották végre, ami glifozátrezisztens volt, méghozzá úgy, elnézést a ábra angolul van, hogy a GM növényi sejten, itt van ez a bizonyos transgén, kikkel jelölve, ezt belenő a szójába, ebből csináltak egy milkséket, amit a McDonald's-ban még időt lehet kapni, és ezt megitatták olyan betegekkel, akiknek a végbele ki van a hasfalra egy zacskóba vezetve, és ezért a bélbaktériumok ebbe a zacskóba összegyűlnek, és ez nagyon könnyen mintázható. Tehát azt csinálták, hogy megnézték, hogy mi kerül be a bélbe, és a bélben élő baktériumban megjelenik-e a transgén. A cikket a Nature magazinban tulajdonképpen publikálták, és hát az eredmények sajnos nem olyanok voltak, mint amit várták, és ezt többféleképpen próbálták elmagyarázni. Megmutatnám az eredményeket, mindössze 7 emberen végezték el ezt a kísérletet. Mindig, amikor egy ilyen kísérletet végeznek, betesznek egy úgynevezett markert, amivel lehet látni, hogy bement az anyag és visszanyerhető. Itt a 7-ből egy emberbe, a 3-asba nem volt visszanyerhető az anyag, de egyértelműen látható, hogy minden emberben valamilyen mennyiségben a bélbaktériumban megjelent a transzgén. Ez lehet, hogy csak ilyen nagyon kicsi 0,1% volt, de volt olyan is, akiben 3,8%. Na most azt mondták, hogy hát ez mind szép, mind jó, de vettek egy 0 pontos idő mintát is, és akkor már 3 emberbe kimutatható volt a transzgén, tehát a kísérlet kezdete előtt. És miután a végére 6 emberbe volt kimutatható, 3-3, hát ez nem szignifikánsan tér el, tehát nem történik semmi. Azt eszükbe se jutott, hogy esetleg a 3 ember, akiben már volt, az nem egészen természetes, és már valamikor korábban kaphatott valami transzgént, ahonnan ez benne maradt.
és hosszan benne is maradhatott, hogyha tartott a kísérlet. Tehát azt próbálták magyarázni, hogy ez az ábrázat azt jelenti, hogy a transzgének milyen kis része jutott. Tehát nem, ez a teljes transzgén, ahhoz megnyithatott mindenkit. Utána elméleztek, hogy ez azért nem probléma, mert a normális embereknél a székletben nem sikerült kimutatni. Hát emberekben nem, de disznóban igen, ezt majd bizonyítani fogom, mert embereken nem csináltak több kísérletet. Volt egy orosz kutatónő, Irina Elmakovának hívják. Ő az Orosz Tudományos Akadémia egyik munkatársa, és ő kíváncsi volt a szója hatására, amikor ezt a kísérletet meglátta. Úgyhogy csinált egy olyan kísérletet, hogy hím és nőstény patkányokat etetett GM szójával, ezzel a hagyományossal, amit tulajdonképpen egy változatát mi is esszük a táplálékban. És azt figyelte, hogy amikor a kis patkányok megszületnek, és amik fölnőnek, van-e különbség a természetes és a GM állatok között. Hát aki csinált nála kísérletet, az tudja, hogy a kis patkányok így néznek ki, mikor megszületnek. A transzgénes patkányok viszont egy kicsikét hát furcsában néztek ki, kisebbek voltak, csupaszabbak, nem voltak anatómiailag problémák velük, tehát ugyanolyan normális patkányok lettek. De egy csomó olyan problémát találtak, például az, hogy az állatoknak a szignifikánsan több születésre van egy természetes pusztulás. Szignifikánsan több pusztult el a GM tápot tartottból, mint a normálisból, és a súlyuk is sokkal kisebb volt, és ezt megmutatom a következő dián, ahol ez egyértelműen látható. Egy másik fajta ábrázolás, ugye ezeknek az állatoknak egy hetes korukban egy ilyen kis mérő mellett, hát nyilvánvaló és egyértelmű, nem kell hozzá statisztika, hogy lehessen látni a különbséget. El lehet azt, hogy ki lehet az egyik alomból a legnagyobbat, a másikból a legkisebbet válogatni, de ennek ellenére ez azért nagyon jelentős különbség. Volt egy másik kísérlet, amit ugyancsak patkányokon végeztek el, meg egereken, és azt találták, hogy ezeknél a hím állatoknál a heréket nézték, és most megpróbálok úgy menni, hogy sebben ne essek el. Normálisan a heréinek szép piros színe van, és a hisztológián megint nem kell hisztológusnak lenni, lehet látni, hogy vannak ilyen üregek, amiben itt van a sperma. Amit találtak a GM szójánál, hogy ennek ilyen lilás színe volt, és amikor ugye ezt a szerkezetet megnézzük, lehet hogy látni, hogy ez be van nőve, sokkal több közt a kötőszívet, ami nincs benne a sperma. Tehát, uraim, úgy tessék GM szóját tenni, hogy a következmények nem maradnak el. Aztán volt egy Seradin nevű francia kutató, aki azt nézte meg, hogy milyen hatása van egy GM kukoricának az állatokra, amikor ezeket Roundup-al is kezelik, vagy csak a GMO maga. Hát lehet látni, hogy a tumorok kicsit mások és máshol helyezkednek el, de a Roundup maga önmagában is tumorokat okoz, tehát ez rákkeltő. A kísérlet lényegében vagy részleteiben nem akarok belemenni, de a fényképes bizonyíték a szem elég látványos, őt megpróbálták egyébként kinyírni. Az állatkísérletekből egyértelmű volt, hogy a glifozátnak van ez az úgynevezett kelátképző, azaz a fémeket megkötő hatása, mert a szójafehérjén tartott állatok hiányosak lettek kálciumban, mangánban, részbe, vasba, cinkbe. Aztán a GM szója sokkal nehezebben emészhető, mint a normális szója, ez mérhető volt. Májkárosodásuk lett az állatoknak, bélrendszeri elváltozásokat találtak azoknál is, hasnyálmirigyrákot, allergiát, fogamzási problémákat, és amit megfigyeltek, hogy az állatok sokkal agresszívek lettek, támadták egymást, ami normálisan nem fordulna elő. Na most, ha a glifozáthoz egy pillanatra visszatérünk, a vegyszer, amit alkalmaznak ezeken a GM növényeken, és ezekkel nem kell foglalkozni, ezekből azt lehet tudni, hogy a föld barátai megvizsgálták, hogy a nem mezőgazdasági területen élő városi emberek vizeletében található-e glifozát vagy nem, és kiében mennyi. És azt találták, hogy szinte
az egész Európai Unióban mindenütt kimutatható volt a glifozát, hogy hány százalékban az emberekben az oda van írva. Magyarország, mi szerencsések vagyunk, 30%, annak ellenére, hogy mi nagyon glifozát pártiak vagyunk, és próbáljuk az Európai Uniót megakadályozni abba, hogy betiltsa a glifozátot, mert a mi nagyüzemi vegyszeres mezőgazdaságunkhoz szükség van a glifozátra, a GMO-k nélkül is. Na most, ha megnézzük külön a glifozát egészségügyi hatásait, akkor azt lehet látni, hogy folyamatosan nő a glifozát használat, folyamatosan nőnek a születési rendellenességek, ez bizonyítja az Ermakóva kísérlet is, amit mutattam. Folyamatosan nőnek a tumorok, és ez nagyon érdekes, mert valahogy mindig olyan módszereket találnak ki, aminek ugyanaz a hatása ránk nézve, hogy ne lehessen bebizonyítani, hogy a hatás az valamilyen egy tényezőhöz köthető. És ahogy mondtam, sokkal több a terményen levő szermaradék tartalom, ami hát ezeket a hatásokat ugye kiváltja, hogyha GMO-s olyan termékeket eszünk, amit glifozáttal jóságos nagy mennyiségben megtermeteztek. És miután a glifozát az képes megkötni a nyomelemeket, ezért a nyomelem tartalom is megnőtt, és amit még érdekesnek találtak, hogy a fuzárium, a gombafertőzés is megnőtt ezeken a növényeken. Na most igaz, hogy mi nagyon kevés GM szóját eszünk az élelmiszeripar termékein keresztül, de viszont fogyasztjuk a nagyüzemi állati termékeket, ezeket GM szója, GM kukorica takarmányon tartják, és ha megnézzük, hogy egy-egy állatba milyen arányba kerül be a táplálék, a takarmányukba tulajdonképpen a szója, különféle formában, a szarvasmarhában 40, a tejelőtehénben 45%, a szárnyasban 70, a sertésből 50. Én ilyenkor szoktam azt mondani, hogy hát nem kell feltétlenül nagyüzemi csirkét enni, mint kedvenc ételt. Tehát azt mondhatjuk, hogy összefoglalásként, hogy a herbicidrezisztens növények, azok élelmiszerként kevéssé egészségesek, és a bomlás termékeik azok benne maradnak a táplálékba, még a feldolgozás után is. Na most, hogyha a környezeti hatásokat vizsgáljuk, először is nagyon fontos az tudni, hogy a glifozát vízoldható. Tehát amiről Zoltán előttem beszélt, ez igenis beoldódik a vízbe, és ott kerül a folyóba, hogy azt a vizeletbe is ki lehetett mutatni. Az környezeti hatásokat mutatja, hogy egyre nagyobb koncentrációt kell glifozátból ahhoz tartalmaznia az oldatnak, amit kipermeteznek, hogy úgynevezett gazdnövényeket ki lehessen írtani, és ez csak egy karikatúra, ezek viszont valós képek. Na most itt tudtunk el az előadásnak arra a részére, amikor a rovarolő és inszek rezisztencia géthordozó transzgénes növényekről beszélünk, és ahogy mondtam, ez a Bacillus thuringiensis, a BT, ez egy toxin, egy lektin, ami hozzátapad, azt mondják, hogy csak a rovarok bélrendszeréhez, és ezért az emberre nem káros. Hát el kell mondanom, hogy sajnos hozzátapad az emberek és az állatok bélrendszeréhez, és ahogy mondtam, ezek a növények maguk vegyszergyárak. Több kísérletet végeztek, az egyik egy sertéssel való kísérlet, amit Ausztriában csináltak, de számos másfélét is. Itt azt találták, majd nyilván Karcsi fog róla beszélni bővebben, hogy a sertések azok, hogyha 31 napig etették őket, több távot fogyasztottak, kevésbé jól hasznosították a takarmányt, és kevesebb kehelysejtet tartalmazott a bélrendszerük, ami azt jelenti, azokat az enzimek, amik feldolgozzák a táplálékot, abból volt kevesebb. Aztán itt van egy másik tudományos cikk, ami azt mondja, hogy a kísérlet végén, ha 110 napig etettek disznókat, kimutatható volt a BT-toxin, nem a gyomorba, de a bértartalomba, a bélsárba, és ennek a DNS-e az állatok 40%-ának a béltartalmában, az nagyon nagy arány kimutatható volt, mert igazolja az, hogy nem gyomlik se a gyomorban, se a vélben, hogyha kijött ugye a végterméknél. Azt is kimutatták, hogy a BT-toxin az máj és vesze toxikus. Ez megint egy Monsanto-nak a saját tanulmánya volt, amit akaratuk ellenére közé tettek.
Ausztriában csináltak az egészségügyi minisztérium egy olyan kísérletet, ahol egereket etettek olyan GM kukoricával, ami mind a két fajta gént tartalmazta, és azt találták, hogy ha 33%-os mennyiségben van benne a tápa ez a kukorica, akkor hogyha többször próbálják az állatokat egymás után vemhessé vagy terhessé lenni, akkor a különböző terhességek során egyre kevesebb és egyre kisebb állat született már a második generációban, de ugye ezt lehetett látni a harmadik és a negyedik generációban is. Tehát azt lehet mondani, hogy számos egészségügyi problémát találtak már annak ellenére, hogy az ipar azt mondja, hogy nincs a GMO-knak semmiféle egészségkárosító hatása. Bérrendszeri emésztési problémákat, csökkent növekedést, szennyfejlődést, rendellenességeket, rákot, szülési rendellenességet, immunproblémát, allergiát, nem megfelelő lesz a szervezet méregtelítés, erről biztos vagyok, hogy Karcsi bővebben fog beszélni, és a máj és vese károsodást. Ezek után megkérdezhetjük, hogy biztonságosak-e a GMO-k, annak ellenére a technológia semleges, és csak a bevitt transzgén biztonságát vizsgálják a fehérje formájában, és a kísérlet, ahogy mondtam, maximum 3 hetes, egyértelműen azt lehet mondani, hogy nem, és ezek külön problémát jelentenek. Na most az utóbbi időben a táplálékunkban megjelentek a GMO-2-k. Ez egy érdekes dolog, mert ezt az állati termékmentes, szintetikus vega készítményeknél, tehát a boltokban már most kapható vega húsoknál, és a nálunk még nem kapható vega tejnél lehet tapasztalni. Ezek a GMO-2-k, ezek egy külön kategória és különféle neveik vannak. Minden esetre mindig egy növényi alapanyagból indulnak ki, szójából, borsóból, lencséből, búzából, és ehhez különböző úgynevezett E-számokat, adalékanyagokat, összetevőkeket kevernek, aztán kötőanyagokat, íz- és aromaanyagokat. Ezek, hogy micsodák és mennyit tesznek bele az ipari titok, ezt még a szabályozó és engedélyi testületek sem tudhatják meg. Viszont mindegyikben van metilcellulóz, amit meg lehet találni a Wikipédiában, és a lényeg az, hogy emészthetetlen, csak a baktériumok tudják esetleg részben emészteni, viszont ez térfogat növelő, tehát hogy többet fizessünk azért, amit húst kapunk, mert amit kapunk, az nem hús, hanem metilcellulóz részben. Ennek az egyik példája az Európai Unióban is már engedélyezett úgynevezett Impossible Burger. Itt a szója növény gyökeréből van egy olyan fehérje, ami mi hemoglobinunkhoz nagyon hasonlít, és ezt leghemoglobinnak hívják. Ennek a génjét tették be élesztő sejtekbe, ezeket nagy ipari fermentorokba fermentálják, és a növény a felesleges számára a leghemoglobin, illetve a baktérium sejt, vagy élesztő sejt pontosabban kinyomja magából a tápfolyadékba, és ebből csinálnak egy olyan 40%-os, 60%-os tisztaságú készítményt, amihez hozzáadják ugye ezeket a kötő és íz- és színező anyagokat. És hát ezeket kapjuk meg mesterséges vega hús címen. Egy másik változata ennek a vega burger. Na most a svéd tudósoknak eszükbe jutott, hogy megkérdezik, hogy tulajdonképpen mi van még ezen kívül ezekben a termékekhez keverve, és hát zsírok, pálmazsírtól kezdve mindenféle, a mesterséges tejhez kevernek néha eszenciális zsírokat is, amiket eszenciálisnak mondanak, de az biztos, hogy ezek a termékek soha nem lesznek egészségesebbek, mint egy szabadon legeltetett állatnak a húsa és a teje. Na most ezt a technológiát nem így árulják ám, hogy GMO-2, hanem azt mondják rá, hogy ez szintetikus biológia, precíziós fermentáció, és az indoklás az, hogy erre azért van szükség, mert az a nagy méretű emberiséget csak a teljesen kontrollált körülmények között a nagyvállalatok laboratóriában ellenőrzött hústermékkel lehet etetni, illetve mesterséges hústermékkel. Ha megnézzük az igazi célt, hát az egy kicsikét más, mert ott az a cél, hogy tönkretegyenek 3 millió kis termelőt, eltüntessék a szabadon legő állatokat és az őshonos indogén állatokat, valamint a szabadtartást teljesen felszámolják az ökológiai és a regeneratív mezőgazdasággal teljesen együtt. Most a mesterséges tejnél
ez a tej nem látott természetesen soha tehenet, a különböző tejfehérjéket hasonló módon állítják elő valamilyen baktériás vagy a gombasejttel, és hát ezeknél az volt a meglepetés, hogy amikor egyik ilyen kikerült a piacra, akkor azt találták, hogy ebben 92 olyan anyag van, ami ezelőtt a tejbe soha nem fordult elő, ezeket nem ismerik, a hatásait soha nem vizsgálták be, ennek ellenére árulják az üzletek polcain, és benne van még az a DNS, amit az átalakításra használtak már, mint a tejtermékben. Tehát azt lehet mondani, hogy ezek a vega termékek, a húspotlók, a sajtok, a fehérjeporok, a teljes italok, a fagylaltok, az édességek, ezek mind olyan második generációs GMO-k, aminek nincsenek jelölve, és ezeknek a termékeknek a biztonságát egyáltalán nem vizsgálták. Na most én nagyon szeretem a csokoládét, és teljesen kétségbe estem, amikor megláttam a GM csokoládéról szóló adatokat. Ezek sajnos úgy néznek ki, hogy szinte minden csokoládéban van valami GMO. Ha nem GM gyümölcsöt tartalmaznak, akkor a bennük levő cukor az mindig 100%-ig GM cukornádból ered. Sokszor használnak hozzájuk vegatejet, hogyha vegatermékről van szó, és hát az alkotó elemeket gyakran gomba vagy baktériumos sejtekkel állítják elő, és sokszor van benne mesterséges édesítőszer, amit ugyancsak így állítanak elő. Tehát ezek után, miután az idő a végéhez jár, azt kell mondanom, hogy a szabályozó testületek úgy viselkednek, mint a három majom, nem hallanak, nem látnak és nem beszélnek, mert nagyon jól tudják, hogy ezek az egészségügyi problémák mind fönnállnak, amikről beszéltünk, és ennek ellenére a GMO-k engedélyezése most már az Európai Unióban is egyre inkább közel áll ahhoz, hogy mindenféle vizsgálat nélkül lehessen, és ezeket engedélyezik. Köszönöm szépen a figyelmüket!